Korábban több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen probléma volt az ivóvíz minőségével. Nagykállóban és környékén az uniós előírásoktól eltért az ivóvíz arzéntartalma. 2014 után elérhetővé váltak olyan uniós pályázatok, amelyeket az ivóvíz minőségének javítására fordíthattak a települések. A nagykállói fejlesztés keretében a kiépített ivóvíz ellátó rendszer teljesen megújult, ahogyan a gépészeti és szűrőberendezések is. Erre nagyon büszkék vagyunk, és ez nagyon fontos a város életében. Az elmúlt 30-40 évben mind a víz szállításával kapcsolatosan, mind pedig a víz tisztításával kapcsolatosan azért voltak hiányosságok. Itt ami városfejlesztési szempontból sem elhanyagolható, például a víztoronyunkat is felújítottuk. Sokszor már ennek a statikai állapota is megkérdőjeleződött, illetve az üzeme is csak negyed, illetve harmad üzemben teljesített. A nyomóvezetéket építettünk a városba, ami pontosan a vízműtelepet és ezt a víztoronyot köti össze. Így ezzel azt tudtuk garantálni, hogy állandó a víznyomás, tehát nincsenek most már problémák. 2015-ben nagy részt uniós támogatással létesítették a városban a korszerű szennyvíztelepet, 760 millió forintos támogatással. A Biri településsel közösen használt telep túlterhelt volt, bővítették annak kapacitását. Egy év használat után további fejlesztéseket terveznek. Láthatóak is az újabb problémák, az, hogy most már megvan az új telepünk, több helyen megújultak az áttemelők, viszont még több szükség van arra, hogy a működő rendszert tovább rekonstruáljuk. A nagyobb közműfejlesztések és a város rehabilitációs beruházások mellett Nagykállóban 2015-ben több útszakaszon kerékpárút épült, köztük a Kálló-Semjén Nagykálló közötti. A következő évben a Nagykálló-Nyíregyháza közötti kerékpárutat tervezik megépíteni.